Sziasztok, akkor folytassuk is a targoncás átételeket a 21-es A kérdéssel. Beszéljen a belső égési motor hűtőkenő és szűrőrendszeréről, milyen anyagokat használ ezekben a rendszerekben, milyen teendői vannak a gépkezelőnek az egyes rendszerekkel kapcsolatban. Kulcsszavak és fogalmak, léghűtés, folyadékhűtés, kenési megoldások, szűrők feladata elhelyezése, hűtő és kenőanyagok tulajdonságai, gépkezelő ellenőrzési és karbantartási kötelezettségei. Nézzük is először a léghűtéses motor, tehát a motorhűtési üzem közben az égő tüzelőanyaggal és forró kipufogógázzal érintkező alkatrészek, hengerfejszelepek, dugattyú tetők, gyűrűk, hengerfal fölhevőnek, az egymáson elmozduló olajozott felületen kialakított olajfilm 150-200 fokon elég. Ha nem hűtenénk ezeket az alkatrészek, olajrétek hiányában szárazon csúszásnak egymáson, tehát szárazon csúsznának egymáson, ezért berágódnak és tönkre mennének. Tehát muszáj olajos kenés is. A szerkezeti anyag, anyagok mechanikai szilárdsága csökken, ha nő a hőmérsékletük. A tüzelőanyag elégetésekor felszabaduló energia 25%. 30%-át hűtéssel kell elvégezni, illetve elvezetni a motorból. A tartós üzemet csak hűtéssel lehet biztosítani. A hűtésnek biztosítani kell a motor legkedvezőbb üzemi hőmérsékletét különböző motorterhelés mellett hidegben és melegben egyaránt. A túlmeleg vagy a túl hideg motor élettartomat lerövidül, hatásfoka rossz. Ha a motor túl túlmelegszik, csökken a töltési hatásfok és a teljesítmény. A túlmelegedett olaj kenési tulajdonsága romlik, a me meleg szilárdság rosszabb. A túlhűtött motorban a tüzelőanyag egy része lecsapódik a hengerfalra, és az olajteknő, olajteknőbe jutva fölhigítja az olajat. Az olajfilm nélkül az alkatrészek gyűrűk hengerfaj gyorsan kopnak. A motor hamar tönkre megy. Tehát muszáj a megfelelő léghűtés. És a kenés, tehát az olajfilm réteg. A legkedvezőbb hengerfal hőmérséklet 100 és 130 Celsius fokon van. a gépjármű motorokat léghűtéssel vagy folyadékhűtéssel látják el. Tehát itt láthatunk a képen egy léghűtéses motort, ugye itt látjuk ezeket a kis bordákat, ide a levegő belemegy ezekbe a bordákba, és elviszi a hő egy részét. Tehát a léghűtéses gépjármű motorok hűtendő részeit henger, fejhenger, a körülöttük áramló levegő hűti a hűtés hatékonyságát úgy növelik, hogy a hengerfej és a henger külső felületét bordákkal növeljük meg. Ez az, amit ugye mondtam. Ugye így növelik a sugárzásos hőáramat. Ugye a motorkerékpárok esetén ugye szabadon van ez a motor, amit látunk ez a bordázat. A menetszér közvetlenül éri és hűti. A medencé hűtés mértékét csak a jármű sebessége szabályozza. Ha a jármű sebessége nagyobb, a hűtés intenzívebb. Ha kisebb, akkor csökken a hűtés. Ez a sima léghűtés, de vannak mesterséges levegőhűtések, az úgynevezett turboventillátoros levegőhűtések. Mutatjuk is nektek egyet, itt is van. Ez is egy léghűtés, csak itt egy ventilátor nyomja az ilyen bordákhoz a levegőt. A gépkocsik motor ugye a motortérben van zárt helyen. Menet ugye nem éri nagyon, ezért a léghűtéses gépkocsik motorját mesterségesen lé létrehozott légáramra hűtik. Tehát ilyen égszí hajtja ezt a ventilátort. Tehát a légáramlást ugye a főtengelyről meghajtott ventilátor állítja elő, ez a ventilátoros léghűtés. A hűtőbordákkal ellátott hengerek mindegyikét lemezburkolat veszi körül. Itt ez a lemezburkolat. Tehát vannak azok a hűtőbordák, és azt még körülveszik ilyen lemezburkolatta, hogy a levegő, amit a ventilátor nyom, az oda központosuljon. Ne össze-vissza fújja, hanem oda. És az áramló lövegő mennyiségét ugye a termosztát szabályozza. A légkütéses motor hőmérsékletét a hengerfej vagy az olaj hőmérséklete jellemzi. A léghűtés előnye a vízhűtéshez szemben az, hogy a hengerfej és a henger egyszerűbb, könnyebb, olcsóbb, azonos teljesítmény mellett a léghűtéses motor tömege kisebb, és karbantartása igénye is kisebb. És ugye nincs fagyveszélye sem, mert nincs benne vűtő Tehát nincsen vízszivattyú benne, meg az ilyenek. De viszont hátrányait is elmondom ennek a léghűtéses motornak, mint minden jó dolognak, ennek is vannak hátrányai. A motor hőmérséklete kevésbé szabályozható, a hőmérséklet erősebben ingadozik. A léghűtéses motor zajosabb. És ráadásul még az utas térfűtése is rosszabb. De ha már itt vagyunk, nézzük is meg a folyadékhűtést. A folyadékhűtés a folyadékhűtési motor hengerfejét és hengerét ugye hűtővízköpeny veszi körül. A hengerfej és a henger kettős falu. A két fal közötti résben áramlik a hűtőfolyadék víz és glikol alapú fagyáló folyadék keveréke. Ez azért szükséges ez a fagyáló folyadék, hogy nehogy megfagyjon bent hidegebb időben ez a folyadék, mert mint tudjuk, ha a víz megfagy, akkor tetraéderes szerkezetű, és szétnyomja a vízcsövet, meg a blokkot is szétnyomhatja, hogyha ott megjegyesedik a víz, mert tetraéderes kristályszerkezetet vesz fel. Tehát növekszik a térfogat más néven, és szétlöki a rendszert. De azért teszünk bele glikol alapú fagy álló folyadékot. A köppenyben felmelegedett hűtő folyadékot ezt szivatjuk vagy vízpumpa más néven. A be- és kilépési folyadékkörmérséklet különbsége 5 és 8 fok A hűtőfolyadékot centrifugál szivattyú áramoltatta áramoltatja a vízszivattyú, és a főtengerről kapja a meghajtást. Tehát a vízszivattyú, amit itt látunk, vízpumpa, és a tengerről kapja a meghajtást. De nézzük is a kenőanyagok feladatát. Tehát a kenőanyag feladata. A súlódás csökkentése, kopár csökkentés és a súrlódási hő elvezetése. Hiszen ha minél kevésbé súrlódik az az alkatrészünk, nem keletkezik a súrlódási hő. Mivel csúszik, könnyedén jár benne. Kenőanyagokat ugye többféle szempont szerint is csoportosíthatjuk. Konzisztencia szerinti csoportosítás, azaz Plasztikus vagy kenőcserű, vagy kenőcs zsír vagy gépzsír. Szilárdság esetén, illetve esetei léphetnek föl. Eredet szerinti csoportosítás kenő kenő kőolaj alapú, növényi alapú, és állati eredetű, és szintetikus. Bár mostnálra inkább a szintetikust használják környezetvédelmi szempont, meg, a, meg, ugye a növényit. Ez a kettő, amit most így használ. Kőolaj alaput nem, mivel az nem meg, megújuló. Kenőolajok és tulajdonságai. Tehát vannak folyékony kenőanyagok, más néven kenőolajok, kenőolajokat a súródás, kopás csökkenésére, elterjedtel használják, meg vannak a nem folyékony kenőanyagok, tehát a kenő és a szilárd kenés más néven. Tehát kenőzsírt ott használunk, ahol valami miatt vagy az olaj cseréjét nem tudjuk megoldani, vagy a vagy neheze hozzáférhető helyeken. Ott alkalmazunk kenő Legelterjedtebb ugye a különféle ásványolajok, tehát kőolaj alapú olajok használat, mivel hát ezek havacsok. Ez az előnyük. És ugye, amit mondtam már, tehát környezetvédelmi okok miatt egyre terjed a növényi olaj alapú kőolajok használata. Kenőolajból ugyanis a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is kerülhet a környezetbe. Tehát ezek a kőolaj alapú olajok a környezetbe kerülve lassabban bomlanak le, mint a növényi olajok ezért környezeti hatásuk kedvezőtlen. A növényi olajok ugye, hogyha környezetbe jutnak, akkor a mikroorganizmusok sokkal gyorsabban fogják lebontani. És nagyjából így ennyi. Tehát most nézzük is a kenőanyagok néhány fontos tulajdonságát, tehát a viszkozitás. A viszkozitás függése a hőmérséklettől lobbanáspont és a dermedéspont. Viszkozitás, fogalma és meghatározása tehát a viszkozitás a folyadékokban, a belső folyadék rétegek egymáshoz képes való elcsúszásánál fellépő súlódás jellegű mozgás gátló ellenállás, tehát viszkozitás. mozgásgátló ellenáll. Ellenállás. Különféle kenési megoldások is létezik. Tehát van a keverékes. keverékes ugye a két ütemű motoroknál jellemző. Van a kényszerolajzás, meg a szóróolajzás. Négy ütemi motorokban szivattyús nyomó olajzás van, ugye? Nedves olajteknős olajzás más néven. Csak a sportmotoroknál gyakori az úgynevezett száraz olajteknős megoldás. Egy olajszivattyú egy durva szűrőn keresztül az olajteknőből szívja az olajat, amely átáramlik egy finom szűrőn és a hengert a főtengelyen kialakított csatornákon keresztül jut el a kenési helyekre, tehát a főtengely csapágyakhoz, hajtórúd csapágyakhoz, dugattyú csapszegekhez és a vezetőtengely meghajtást lánchoz. És akkor most nézzük is meg röviden az olaj szűrését és hűtését. Tehát a égési motorokban dugattyú Tetőt alulról hűtőolaj 250-300 fokra is felmelegedhet. Tehát az olaja még itt van. 300 fokra is felmelegedhet. A dugattyú és a hengerföld között forró, füstgáz jut a forgattyúházba. Ezek a hőhatások az olajat lassan oxidálják, gyanta, és aszfalt kiválást okoznak. Dízelmotorokban az olaj használat során besűrősödik a füstgázból bekerült korom, és légfelesleg miatt az oxidáció következtébe. A benzinmotorok olaj ezzel szemben ugye fölhígul. Dízelnél besűrösödik az olaj, a benzinnél fölhígul. És ugye itt beszélünk a fűrész, szűrés szerepéről tehát az olajszűrő megakadályozza az olaj gyors minőségromlását, megnöveli az olajcserék közti üzemórák számát, javítja még az olaj hűtését is, lassítja az olajvegyi hatások miatti örekedését is. Most gyorsan beszéljük át a keverékolajzást, tehát kisebb készítő motorokban, ugye, amit mondtam, keverékolajzást alkalmazunk, tehát a készítő motorokhoz gyártott olajat a tüzelő anyagba keverik, tehát itt a benzinbe keverik, de egyébként létezett két dízel is. Egyébként van olyan megoldás, amelynél egy tartályból adagoló szivattyúval juttatják az olajat a szívócsőbe. Tehát a motor előtt összekeveredik az olaj és a benzin. És bekerül a hengerbe. Innetek ez már kenni fogja a falát. Ennek a keverési aránynak az arányossága 1 a 25-höz. Röviden így ennyit, és akkor most nézzük meg a szűrők feladatát. Vannak a fő áramkörű szűrők, az olajszivattyú kilépő csonkja és a kenési helyek közti főágba iktatják. És ezen a szűrőn az áramlóolaj teljes mennyisége áthalad. És így a kenési helyekre szűrt, kisi lehűlt olaj Vannak a mellékáramos szűrők, tehát az olajszivetjük kilépő csonkjára kötik az áramlást technikailag kenendő helyeken. Ugye? És a mellékáramos szűrőn a szivattyúból kilépő olajnak, csak a 10-15 a szűrődik át. Tehát a főáramonál, a főáram körülnél az összes olaj átment, a mellékáramos szűrőnél nem. De, mint a elég árum szűrőnél uh, annyiból jobb, hogy a szűrő ugye finomabb, mint a fő körül. Ezért hatásosabb a szűrés, az olaj tovább használható. De viszont ezen az olaj többsége nem megy át. És akkor itt írja még, hogy a léghűtéses és a nagyobb teljesítményű vízhűtéses motorokban az olaj nagyon felforogósodik, és ilyen híg folyossá válik. Vízgazítása és kenő képessége is lecsökken. És akkor most nézzük is a hűtőkenőanyagok tulajdonságait. Nagyon röviden nem tartozik logsú értelemben a kenőanyagok közé, de a vízhűtésű motorok egyik, legfontosabb üzemi folyadéka hűtőfolyadék. Belső égési motorok hűtőfolyadékaira háruló feladatok. Ugye a hűtőfolyadéknak elszállítani a hőt a keletkezés helyétől a hűtőradiátorhoz. Itt most inkább ezt mutatom, ezt a képet, ezt talán értelemszerűbb. Tehát itt van a Hűtőfolyadékunk meg a csövecskénk, amiben ugye megy. A hűtőfolyadék. Ugye, amit beszéltünk, hogy a hőt a keletkezési helytől elszállítani a hűtő radiátorhoz ide. Téli hidegben is mindig folyékony állapotban kell maradnia a motor fagykárosodásának megelőzése érdekében. Ezt már beszéltük pár perccel ezelőtt. Védeni a hűtőkörben lévő alkatrészek szerkezeti anyagait a korrózióktól, kvatiációtól. Elkerülni a hűtés hatásfokát rontó lerakódások keletkezését a hűtőrendszerben. Egyébként a hűtőfolyadékokban desztillált víz is van. A hűtőfolyadékban található szilikát is, de... 100, bocsánat, 20% alá esik a koncentrációja a szilikátnak, ha 15.000 km futást teljesítményt megteszünk. A kocsival ezek a szilikátok kiválnak a hűtőfolyadékban. Hűtőrendszer karbantartása így nagyon gyorsan. A legfontosabb a megfelelő fagyáspont, és a hővezető képesség képességbiztosítás, tehát egyik pontban, a másik pontban azért elszállítani a hűtőfolyadékot úgy, hogy lehűljön, és utána hűtve visszamenjen a motorhoz, és ott megint felvegye a hőmérsékletet. Ezt kell tudni, hogy a víznek egyébként a hőtávolási képessége nagyon jó. A legönsöbb dermedés pontját ugye a hűtővíznek 46%-os glikó tartalmazó glikóvízkeverék tartományban érjük el. És szerencsére ilyen keverék arány mellett a legjobb folyadék hővezető képessége is. Tehát 46%-os tartalom, ba a legjobb a hővezető képesség. Ha viszont túl kevés a hűtő folyadékunk, a hűtőradiátor nincs teljesen feltöltve a glikolvíz keverékből, igen agresszív, korrozív hatású gőz képződik, amely megtámadja a fényfelületeket és korrodálja azokat. A folyadék szinten másik kapcsolatos probléma az is, hogy a motor leállás ut leállása után a hűtőfolyadék áramlás is ugye megszűnik, ezért a rendszer legforróbb pontja a hűtővíz lokálisan jóval száz fok fölé fog hevülni. Ha teljesen feltöltött és nyomás alatt van a hűtőrendszer, a túlhevülés miatt a gőzképződés is elkerülhető. A hűtőfolyadékot egyébként időközönként le kell cserélni. Ugye mindig kell nekünk is tájékozódni, hogy mennyi a folyadék szinte hűtőrendszerbe még a fagyáspontot is mérnünk kell, hogy hány fokig bírja a hűtőfolyadékünk. És egyébként ezt ilyen gépeknél, még mondjuk Targoncánál, hogyha hűtőfolyadékos, egyébként a gépkönyvben megtalálhatóak ezek a karbantartási utasítások. De nézzük is meg a gépkezelő ellenőrzési és karbantartási kötelezettségeit. Műszak előtt elvégezhető műveletei. Tehát a gép szerkezeti elemi és berendezési, berendezési külső átvizsgálása, deformálásokra, repedésekre és törésekre nézve, hidraikus berendezés, hidroszervokormányú, folyadék folyadékhajtőmű, hidraulikus fék és az akkumulátor szivárgó pontjainak ellenőrzése, ház olajszintjének ellenőrzése, hűtővíz mennyiségének ellenőrzése a hűtőben, és végül, de utolsó sorban az üzemanyag mennyiségének ellenőrzése. És nagyjából ennyi is lett volna a 21. at szerintem, Mindent remélem sikerült átbeszélnem, és remélem ezek a rajzok és az ábrák és a egyéb hozzátett magyarázatok, amiket én mondtam, az segített a tanulásban. Úgyhogy jó tanulást kívánok, a következő részben találkozunk.